Az alkotmánnyal előírt határidők szerint az új szerbiai parlamentnek legkésőbb június 9-ig meg kell alakulnia, a köztársasági kormánynak pedig szeptember 5-ig. A tartományi képviselőház esetében a határidő a hivatalos eredmények kihirdetése után 30 nap. A szocialisták már az első forduló után megállapodtak a DP-vel, hogy mindenképpen folytatják a korábbi együttműködést. Így egy a 2008-2012 közötti időszakhoz hasonló kabinet állhat össze, alaposan megerősödött szocialistákkal és egy olyan államfővel, aki a másik táborhoz tartozik. A választási harcnak vége, eljött a politikai egyezkedések ideje. A köztársasági választási bizottság adatai szerint a szerbiai köztársasági parlamentben a szerb haladó párt 73, a demokrata párt koalíciója 67, a szocialista párt vezette koalíció 44, a szerbiai demokrata párt 20, a VMS pedig 5 mandátumot szerzett. A szandzsáki SDA 2, míg a mindannyian együtt lista 1 mandátumot kapott. Akár csak a felkínált válaszok közül egyik sem elnevezésű lista, amelynek szintén egy képviselője lesz a parlamentben. Képviselő nélkül maradt a szerb radikális párt és a Dveri is.